A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm az Agrárinfo nézőit. Az ötödik gazdatalálkozó keretében adták át a Gof Hungary Kft. Terménytisztító és szállító üzemét Dunaújvárosban. A céget 20 esztendővel ezelőtt alapította három gazdacsalád. A beruházás több mint 2 milliárd forintból valósult meg. Most nézzük ezen az ünnepen Nagy István agrárminiszter beszédét. Mindjárt, akik ma velünk együtt itt vannak és ünnepelnek, mert valóban egy kiemelkedő pillanatban vagyunk. A Gof Hungary működése, cégtörténete kifejezetten jelképezi a magyar mezőgazdaság volt és jelenlegi, illetve jövőbeni állását. Hallhattuk, tapasztaljuk a saját bőrünkön, hogy mennyi kihívás ér bennünket mostanában. De hogyha fővázolok önöknek egy ívet, akkor rögtön látják, hogy a problémáink gyökere honnan ered, és miért kiemelkedően fontos a mai nap, mert milyen választ kell adni a kihívásokra. Menjünk vissza 3-3,5 évtizedet a történelemben, és onnan kezdődik az első nagy problémája, amit még ma is szenvedünk a magyar mezőgazdaságnak. 90-es évek. Azzal szembesülünk, hogy a feldolgozóiparunk, konzervgyáraink korszerűtlenné váltak, fejlődésre szorulnának. De nincs hozzá forrás. Ezért az akkori kormányzat úgy dönt, hogy tőkét kell bevonni, privatizálni kell ezeket a vállalkozásokat, vállalatokat, hogy majd jön a korszerű technológia, megújul, és akkor a szárnyal majd tovább a magyar mezőgazdaság. A valóságot tudjuk. Megvásárolták zömmel külföldi tulajdonosok, bezárták, sőt, le is bontották, hogy nehogy újra lehessen indítani, és ezáltal az egész magyar mezőgazdaságot visszatolták az alapanyag előállító szintre. És nagyon jól tudjuk, hogy mindig a nyersanyag az, ami a legolcsóbb és a legkisebb haszon van rajta. Ezt szenvedjük a mai napig. És mi történt? Az alapanyagot, a nyersanyagot megfogták, kivitték az anyavállalataikhoz, feldolgozták, és ma jó drágán visszahozták nekünk kész élelmiszerként, feldolgozott termékként, hogy vásároljuk meg. És volt még egy kardinális sarokpont, ami rányomta a bélyegét a magyar mezőgazdaságra, ez pedig 2004, az első Európai Uniós ciklus forrásainak felhasználása. Akkor egy szocialista liberális kormány volt hatalmon, és ők úgy döntöttek, hogy az Európai Uniós forrásokat nem gazdaságélénkítésre fordítják, hanem inkább szociális célokat valósítanak meg belőle. Hogy ez miért volt hiba? Mert a lengyel barátaink pont máshogy költötték el ezt a forrást. A lengyel barátaink ekkor építették ki járási szinten a hűtőházaikat, feldolgozó kapacitásaikat, élelmiszeripari üzemeiket. Ekkor jelent meg a magyar mezőgazdaságban, a magyar kereskedelemben a lengyel áru. Ekkor csodálkoztunk rá márciusban, hogy úristen, itt a lengyel hagyma, és lehetne sorolni az almával, a krumplival a későbbi időszakban, és nem értettük, hogy hogyan történhet meg mindez. Hát így. És akkor kell, ha már itt vagyunk, kell egy harmadik pontot is megemlítenünk, ami ezekre a negatív hatásokra egy válasz. Mert e két negatív döntésnek, rossz döntésnek mi lett a következménye? Az lett a következménye, hogy a magyar gazdák jövedelmi viszonyai az EU 27-ekhez képest 53%. Az egy hektáron megtermelhető jövedelem mennyisége. Na, itt a nagy gond. Hogyha meg tudjuk oldani azt, hogy a hozzáadott érték több legyen, ha meg tudjuk oldani azt, hogy a feldolgozottsági szint több legyen,
akkor a jövedelmezősége is több a gazdatársadalomnak. A mai átadó ünnepség, a mai beruházás pont ezt szimbolizálja. Igen, végre visszatérünk arra az útra, ahol lennünk kell a minél magasabb hozzáadott értékre. Mert termelni megtanultunk, mindig dobogón voltunk a kibocsátás méretében. Mindig az első három között voltunk Európában, az egy hektáról előállított mennyiség tekintetében. De a jövedelmi viszonyaink sajnos nem ezt igazolták, mert a hozzáadott értékben le voltunk maradva. És akkor a harmadik, és akkor egy jó pozitív döntésről hagyd számoljak be önöknek, ami a Covid után, a történelmi aszály idején, az ukrán gabonaválság és orosz-ukrán háború következtében született a mostani magyar kormánynak egy történelmi döntése. Mégpedig az, hogy az Európai Uniós forrásokhoz a nemzeti társfinanszírozás mértékét Európában egyedülálló módon a maximális mértékűre állítja be. Ami azt jelentette, hogy nem 17,5%, ami átlag Európában, a minimális, hanem 80%. Meg háromszoroztuk a rendelkezésre álló forrást. Csak hogy érzékeljék a számok nagyságát, 2027-ig még 2900 milliárd forintunk áll rendelkezésre ahhoz, hogy beruházásokat hajtsunk végre. Ebből csupán 600 milliárd forint érkezik az Európai Unióból. 2300 milliárd nemzeti forrás. Ennyit jelent az a történelmi döntés. Mi lesz ennek a következménye? Az, hogy mindaz, amivel le voltunk maradva, azt igyekszünk e ciklus alatt bepótolni. Ez a beruházás is pontosan ezt szimbolizálja. Mert termelni tudunk, termőhelyi adottságaink megvannak. Na akkor hogyan tudjuk emelni a feldolgozottság szintjét? És ezért jó a mai nap, ezért kiváló példa a mai nap, mert a válasz itt van előttünk. Ez a válasz. Szárítókapacitás, modern tárolókapacitás, modern feldolgozókapacitás. Nem szemben értékesítjük a gabonát, hanem ahogy apáinktól tanultuk korábban, csak elfelejtettük, nem alkalmaztuk. Ugye az egész gabonaválságunknak az egyik alappillére az, hogy nem az ősi igazság szerint értékesítjük a gabonát. Hogy is kellett értékesíteni? Mit tanítottak nekünk? Ugye a bőrében etessük meg, hízlaljuk meg a jószágot, és majd azt vigyük piacra. Itt is a hozzáadott érték. De ugyanezt jelenti, hogy dolgozzuk fel, legyen belőle malomipari termék, és vigyük azt a piacra. Mennyivel másabb jövedelmezőségi kategória? És ez az, ami mellett nem tekinthetünk el. Az a jó hírem van önöknek, hogy a magyar kormány mindent elkövet azért, hogy azokat a terveiket, szándékaikat, amelyek korszerűsíteni akarják a gazdaságaikat, azt meg tudják valósítani. 50%-os intenzitással kívánunk mindnyájuk számára pályázati forrásokat biztosítani. Olyan mértékben, hogy mindenki számára jusson elegendő forrás. Nem tudunk várni tovább. Nincs idő várakozni tovább. Felgyorsult a világ körülöttünk. Az éghajlatváltozásnak a nagysága, sebessége, a piaci viszonyok megváltozása, a társadalmi elvárások megváltozása, mind-mind olyan gyors változás, amire nekünk meg kell adni a választ. A válasz pedig elsősorban kezdődik, hogy minőség, aztán ott kezdődik, hogy fejlesztés, innováció. Ki kell használnunk a termőhelyi adottságunkban rejlő kiváló lehetőségeket, adottságokat a magyar szellemi potenciállal és a gazdasági lehetőségekkel, a fejlesztéssel. Mind a három adott, hiszen a termőföldünk kiváló, az egyetemi átalakulásokkal, a szakembereink a legmodernebb ismeretekkel kell, hogy rendelkezzenek,
és van forrás arra, hogy ezt mind a valóságban tudjuk megjeleníteni. Ez az, szerintem, amiről a mai nap is szól, és ez az, amiről a 21. század magyar mezőgazdasága kell, hogy szóljon. Nagyon jó látvány. Itt a múlt, és itt a jelen. És nagyon remélem, hogy megyünk tovább, és épül egyre inkább, és fejlődik, és újabb termékek jelennek meg, kiszolgálva akár a piaci réteg igényeket, vagy akár a legmagasabb vásárlói szükségleteket szerte Európába, szerte a világba. Mert csak így van esélyünk. Hisz mennyiséggel versenyezni nem tudunk, mert Ukrajna itt van a szomszédunkban. Az ő mennyiségi volumene, termőhelyi adottságaival mi nem tudunk versenyezni. Az a 42 millió hektár szántóföld, ami ott van, és Csernozium talaj, ami náluk van. Az a gazdasági méretek, amely több százezer hektáros, egybefüggő birtokok, latifundumok vannak, azzal versenyezni nem tudunk. De meg kell találnunk a lehetőséget abban, hogy minél magasabb feldolgozottsági szintű termékeket vigyünk a piacra, minél szélesebb spalettával jelenjünk meg szerte a piacon, és az lehetőségeket tud biztosítani. Szeretném jelezni az egybegyűlt gazdatársaknak, hogy megjelent az a pályázati felhívás 200 milliárd forintos kerettel, amely az élelmiszeripari pályázatokat támogatja. Szeretném azt is jelezni, hogy újításokat vezettünk be a pályázatoknál. Egyrészt mindig három lábon állnak majd ezek a pályázatok. Mindig háromféle típusú gazda vehet igénybe őket. Mindig gondolunk a legkisebbekre, itt lesz egy nem visszatérítendő pályázat az ő számukra, olyan 15 ezer euró értékben, aminek önrésze sem kell, hogy legyen, csak az a lényeg, hogy tudjon termelni, és 5 évig folytassa a mezőgazdasági termelését. Lesz a kis családi gazdaság méretű gazdaságoknak a 200 millió forintos plafonig, itt számukra egy 50 milliárdos keretet hirdetünk, és természetesen lesznek a nagyok, akiknek 150 milliárd forintos kerettel hirdetjük meg a pályázatot, és nekik 5 milliárd forintos az elérhető felső plafon az 50%-os intenzitásnál. Azt hiszem, hogy ez lehetőség. Mindenki a saját súlycsoportjával versenyezhet, és mindenki számára elérhetővé válik. Mert a Magyar Agrárkormányzatnak eltökélt szándéka az, hogy ebben a ciklusban a kihívások ellenére is mindenki tudjon lépni egyet előre. És a kihívások ne teherként jelenjenek meg rajtunk, hanem ösztönzőként. Hogy a kihívásokban lássuk meg a lehetőséget. Azt a kényszert, legyen kényszerítő erő arra, hogy fejlesztenünk kell. Mert azzal elérjük azt is, hogy a fiaink is akarnak majd a mezőgazdaságba dolgozni, és elérjük azt is, hogy az élelmiszerbiztonság, az élelmezés ellátás kérdése Magyarországon az egyet jelent majd a biztonsággal. Mert látnunk kell, amilyen világ körülvesz minket, az agrárium és élelmiszeripar már nem csak stratégiai ágazat. Egyre inkább és egyre erőteljesebben nemzetbiztonsági ágazat is. Mert hogy lesz-e elegendő élelmiszer, lesz-e mindennapi kenyér, lesz olyan minőségben, ahogy azt elvárjuk, biztosít-e olyan jövedelmezőséget a gazdáknak, ahogy azt elvárjuk, az egyre inkább kiemelt nemzetbiztonsági kérdés. Én azt kérem és azt kívánom mindnyájuknak, hogy legyen kedvük, legyen elég erejük ahhoz, hogy fejlesztenek. Lássák meg a kihívásokban a lehetőségeket. A Jancsárkertben jártunk a termelő és biópiacon. Most nézzünk meg együtt egy nagyon tanulságos beszélgetést. Továbbra is szárnyal a Jancsárkertben a termelői és biópiac. Az őstermelők elégedettek lehetnek, hiszen a szombati piacnapon egyre többen vásárolnak termékeikből. Drávai László Csóri gazda tejtermékei is kellendőek, családi gazdaságokban a szakértelem és az odafigyelés alapvetés, de ez természetesen vonatkozik a Jancsárkert valamennyi árusára is.
Gyakorlatilag egész héten erre a szombati napra, a pénteki és a szombati napra készülünk, a mi részünkről a pénteki napra is, hiszen a városi piacon is árulunk, illetve itt a Jancsárkertben. Meg kell termelni a tejet, elő kell állítani hozzá az etetnivalót, amit a jószágokkal megetetünk, megtermeljük a tejet, elkészítjük a portékákat, így gyakorlatilag a teljes gyártási palettát, ha lehet így mondani, lefedjük, és szombaton kihozzuk a vevőknek, a vevők nagy örömére. Többen kijönnek a kis gazdaságunkba, Csóron van a gazdaságunk, és ott láthatják ezeket a folyamatokat, megbizonyosodhatnak róla, hogy ez valóban termelői portéka, mint ahogy itt a jelenlévő városoknak a nagy többségének a portékája, termelői portéka. Nagyon sok helyre ki lehet menni, és szoktuk is javasolni, hogy célszerű kimenni a termelőhöz, és megbizonyosodni róla, hogy milyen körülmények között hogyan készíti a termékeit, illetve egy kicsit talán ezáltal közelebb kerülnek a természethez, a környezethez, és nem csak, hogy hitelesebbé válunk, hanem környezettudatosabban, természettudatosabban is vásárolnak, illetve fogyasztják a portékáinkat. Miként épül fel az önök családi gazdasága? Úgy szoktam mondani a vevőknek, ha szabad, hogy van egy marítnyi kecskénk, néhány tehenünk, és mi ketten a kedvenc feleségemmel alkotjuk az állományt, és ebből hoztuk ki azt, amit készítünk. Tehát gyakorlatilag ketten a feleségemmel készítjük a termékeinket. A termékek nyilván azok az alapvetősek, amelyek nyilván tejből készülhetnek, de miként szánták el magukat, hogy ezzel foglalkozzanak? Az egész úgy kezdődött, hogy a szomszédom megkérdezte, hogy nem akarok-e kecskét venni. Megkérdeztem az árát, és az elfogadható volt. Gyakorlatilag egészen mással foglalkoztunk világéletünkbe, mint a párom, mint pedig én. Semmi közünk nem volt a mezőgazdasághoz, és ezt is szoktuk javasolni a most kezdőknek. Sok kezdő gazdálkodó jön ki hozzánk, és kezd bele ebbe az egyébként csodálatos munkába, csodálatos életbe, és szoktuk javasolni, nem kell túl misztifikálni, nem kell nagy dolgokat gondolni róla, a természet ki van találva, évmilliárdok óta működik, nekünk csak bele kell simulni, részt kell benne venni, és nyilvánvaló, amit lehet hasznosítani kell belőle. Nem szabad meghekkelni a természetet, az úgy jó, ahogy ki van találva. Nincsenek műanyagok, nincsenek tartósítószerek, nincsenek ízesítők, nem is kell, nincs is rá semmi szükség. Ennek a gondolatnak a fényébe csináljuk a munkánkat. Miként látja, mennyire népszerűek mostanság azok a tejtermékek, amelyekkel önök jelentkeznek? Nyilván a tej az alapvetés, de gondolom a különböző más termékek is azért most már egyre inkább megdobogtatják a vásárlók szívét. Én úgy gondolom, hogy ezt teljesen jól látja. Lehet látni itt a mögöttünk lévő udvaron is, hogy bár igen, nem feltétlenül jók a körülmények, mégis nagyon-nagyon-nagyon sok vásárlónk van. Követtek bennünket a régi Jancsár piactól, ugye ez már a második helyszín, ahol tudunk árusítani. Végig lekövettek. Hűségesek, aki egyszer a voksát adja a termelői portékákra, az továbbra is fog tőlünk vásárolni. Én úgy gondolom, hogy egyre népszerűbbek. Székesfehérvár, tudni kell, én véleményem szerint egy gazdag város, megtehetik, hogy termelői portékát vásárolnak. Nem szabad a nagy áruházi portékákkal összehasonlítani sem árban, sem pedig minőségben. Ez azt is jelenti, illetve azt jelenti, hogy van jövője a termelői piacoknak? Mindenféleképpen biztos vagyok benne, egész biztos vagyok benne. Gombamód szaporodnak a településeken, a legkisebb kis falukban is a termelői piacok. Én úgy veszem észre, mintha afelé mennének, hogy amit megtermelnek otthon az emberek a kertbe, ugye egy részét elfogyasztják, egy másik részét, legyen szó egy csokor kis zöldről, 10 darab tojásról, legyen hova kivinni, és kiviszik ezekre a kis piacokra, és ott eladják annak, aki mondjuk más termel, vagy aki oda megy vásárolni, vagy esetleg oda szokott, de nagyon sok Sárkeresztesen nyílt most egy piac, Iszka-Szentgyörgyön azt hiszem, hogy tavaly nyílt egy piac, és vannak más települések is, ahonnan tudom, hogy ott is fog hamarosan piac nyílni.
Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt. Viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.